2018-ban létrehozott művészeti ösztöndíj program keretében minden évben 100-100 új fiatal és középgenerációs művész és művészetelméleti szakember kap lehetőséget arra, hogy havi ösztöndíjat kapjon 3 éven keresztül, de emellett mentorálási és egyéb szakmai segítséget is. Aki lezárja ezt a 3 évet, azoknak szervezzük minden évben, tavasszal, általában márciusban az Essentia Artist programsorozatot. Ez egy középkori moralitásjátéknak a kortárs adaptációjának a díszlete, Akárki a címe. Az embert szólítja az Isten, hogy készüljön a számadásra. Itt a mindenható bábja, ami mikor beszél, a különféle szereplők oldalirányban kifordulnak belőle, mint például a Szentlélek, illetve másik oldalról a fiú, és mikor hárman egyszerre beszélnek, akkor mind hárman, és így már a Szent Háromság misztériumát testesítik meg. A vállalásom az úgy szólt, hogy a középkortól napjainkig próbálom megvizsgálni, hogy mi az, hogy szakrális színház. Ezért is készült ez az Akárki című előadás, hogy megnézzük, hogy a középkorban ez hogyan működött. Már régóta foglalkozom betonöntéssel, terrazólapok készítésével, és ezt kombináltam a 3D nyomtatás lehetőségével. A 3 éves ösztöndíjas időszakom alatt ezzel foglalkoztam a nyomtatási lehetőségek kihasználásával. Ezek a nyomtatott negatív formák is tulajdonképpen mondjuk akár egy kagylónak a héját utánozzák, csak ugye ez a saját tervezésem. Úgynevezett önhasonló mintázatot alkalmazok, amik a természetben is megtalálhatóak, ezek a fraktálok. Tehát itt például ezek a háromszögek azok, amik ezt megjelenítik, de hogyha belegondolunk a felhőknek a rendszerébe, a vízhullámok, a sziklák erezetei, a falevelek, vagy akár egy karfiolnak a mintázatába, akkor azt látjuk, hogy amit messziről látunk, mint a rendszert, azt ugyanúgy megtalálhatjuk rá közelítve is a formára. Tehát például, hogyha egy fotón nincsen ott egy ember egy szikla előtt, akkor nem tudjuk megállapítani, hogy ez távolról vagy közelről készült ez a fotó, mert nincs mihez viszonyítani. Tehát ezeket a mintákat láthatjuk itt ezeken a tárgyakon is, akár a külső felületeken, vagy a belső felületeken. A programom az egy Passió opera-oratórium megírása volt, ami hát egy ilyen óriási kihívás elé állított, mert hiszen vannak nagyon híres passiók a zenetörténetben, gondoljunk csak Bachnak a Máté vagy a János passiójára, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy lehet újat mondani a 21. században is erről a történetről, és felkértem Almási Tóth András kollégámat, hogy írjon egy librettót ez a darabhoz. Közösen dolgoztunk a libretton, és akkor ebből született meg végül az a magyar nyelvű opera-oratórium, ami hát egy ilyen bő 2 óra hosszúságú, terjedelmű, színpadra elképzelt zenés darab. Új barokk elgondolás szerint írtam meg, picit ilyen posztminimalista, tehát zenei minimalizmusra jellemző zenei megoldásokkal. Tehát ez egy egyszerű eszköztárat jelent, de pont ez a leegyszerűsödése az eszköztárnak egy nagyon nehéz folyamat volt, hogy lehet tulajdonképpen egyszerű gesztusokkal operálva megszólítani a közönséget, és átélhetővé tenni ezt a történetet zeneileg is. Kitűnő kiállító terek vannak ugye az MMA birtokában, de ennek egyik nagyon fontos és hangsúlyos eleme a Vigadó, amelyet szeretnénk új élettel megtölteni, és ez egy kulturális találkozó hely legyen.